Csakál és pamiány, szóval. Sokáig vártunk, hogy változzon valami. Egy-két hetet töltöttünk még otthon Harkivban a háború kirobbanása után. Egy idő után már nem bírtuk tovább. Az az érzés, amikor folyamatosan repülőgépek repülnek a házad felett, és azon gondolkozol, hogy vajon most téged talál-e el egy bomba, borzasztó. Körülöttünk gyakran voltak robbanások. Az önkéntesek segítettek eljutni Dnipróba, hogy minél gyorsabban kijussunk a háború központjából. Dnipróból vonattal utaztunk Lembergig, onnan jutottunk el Ungvárra, majd Magyarországra. Hajnali 4-kor érkeztünk Magyarországra, azonnal regisztráltak minket és idehoztak, ahol szállást, ételt és más ellátást kapunk. Köszönjük szépen! 2 napja nem aludtunk, 100-an voltunk egy vagonban, nagyon sok gyermek volt, legfeljebb 20 percre tudtuk lehunni a szemünket. Nagyon-nagyon kifáradtunk. A lányom nem volt jól, rosszul lett. Itt azonnal kórházba vitték. Már jól van, csak felerősítik kicsit. Ott már nincs jövőnk. A lányomnak 1 hónap múlva szülnie kell. Az orvosunk azt mondta, minden rendben lesz. Nemrég viszont bezárták a kórházunkat, és még az orvosunk is külföldre menekült. Mire számíthatnánk most otthon? Belegondolni is szörnyű.